Na sziasztok srácok, üdv mindenkinek! Próbáltam lenyugodni az előző rész óta, ami az én órám szerint kb. 5 perce volt. Nálatok ez egy picit több. Na, szóval, eljutottunk ide a Ringot Citybe, de még mielőtt tovább mennénk, elmegyünk a Shrine-ba, és elköltjük a lelkeket, amiket kaptunk azért a köcsög Demon Prince-ért. Senkinek nem ajánlom azt a bosszt. Undorító, fúj! Üdv otthon, szintlépés. Na, kell nékem, hogyha az ügyességre rakok, nem erősödik, hogyha az erőre rakok, akkor viszont egy picit erősödik a ütésünk. Jó. És megnézem, milyen gyűrűk vannak. Ez a lovag gyűrűje, ez mit tud? Részlet, ez az. Megnöveli az erőt, az kell. Ez persze hogy kell, megnöveli az ügyességet kell. Az a baj, hogy ezek mind olyan gyűrűk, amik nekem kellenek. Hát akkor nem veszem fel azt a gyűrűt, ami visszaállítja a kinézetünket emberire, mert akkor csökken a karakternek a statja. Úgyhogy ilyen csúnya karakterrel fogunk játszani. Ez van srácok, ezt kell szeretni. Visszautaztam a Shrine-ba, ennél ügyesebb nem is lehet népisti. Gratulálok. Na. Szóval, Ringot City. És ugye az előző rész végén azt mondtam, hogy ebben három boss lesz. Igen, lesz egy három darab boss. Lesz egy online bossunk, ami esetemben most offline lesz, mert offline játszom. Tehát nem playert kell megölnünk, hanem NPC-t. Itt van egy tárgy. Nem itt. Igen, közben az íjászok pirítanak. Ez egy armor set. Tehát lesz egy... bazeg. Egy boss, ami elvileg online alapú. Lesz ugye Midir. Meg Gál. Vagy Gél. Szép volt. Ott a csontváz már rakja össze magát, nagyon jó. Még nem hallottam semmit, de már kettő Estus-t el kellek nyomni. Ezt nem így akartam. Jó, oda az emberségünk. Király. Buktam egy parazsat. Nagyon jó. Jó kezdődik ez a rész. Tényleg. Nem kellett 3 perc és meghaltam. Tehát ott nem elég ledodzsolni, ott ugrani is kell. Oké. Nem is gondoltam, vagy nem is tudom, hogy hogy gondoltam én ezt. Alternatív útvonal. Ó, arrohadt anyádat. Na, mit adsz? Hülyeséget. Há, Istenem. Na most, vagy megölöm azt az idézőt, vagy nem. Hát szívem szerint nem ölném meg. Mert csak a baj van vele. Pedig jó volna megölni. Persze! A kurva anyja. Isteni áldás, nagyon nagy szükségem van rá. Jó.
Most viszont akkor el tudunk menni visszafelé, és fel tudjuk venni a lootot. Nagyon jó. Parázs. Itt mi van? Parázs. Nem, titanit darab, kettő darab. Ott semmi. Itt semmi. Itt ugrottam le valahol. Nem itt, hanem a egyel odébb. Nem, hanem ott ugrottam le. Akkor itt ennyi... Nem, ott is van. Zöld növény. Ott a lépcső mellett. Ott van valami járat? Vagy bármi? Nem, nincs. Jó. Ezen az ösvényen szerencsére akkor ott is van egy item ott a távolba jobb oldalt. Pont a képernyő szélén, ott. Pont velem szemben. Illetve ha emlékeim nem csinálnak, akkor ott bent is lesz egy. Csak nem tudom, hogy mi. Te mi vagy? Lélek. Hm. Ugye itt benn nem vár senkire. Nem, jó. Á, ez is rejtett áldás. Mit kezdjek vele? Megérte egyébként. Ja nem. Várja, már ő is dobott valamit, hogy meghalt. Figyeld már, ezt elkerült. Titanit darabot dobott. Minden egyes halálnál dob titanit darabot? Vajon? Ja. Itt lesz egy emberke. And mine, behold this city. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend. Olyan félek a sötéttől. Begin. Ennyi? One was a wayfaring knight on an endless, forbidden search. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Fear not the dark, my friend. And let the feast. Jó, hát ő szerintem ugyanazt mondja, meg szerintem Gálről beszélt. Ó, a kurva anyádat. Jó, hogy már nem löksz le. Aha. Háj, nem lelökött. Pedig itt van a bonfire, nem most kéne meghalni. Itt is lesz egy mindjárt. Ott lóg lent, vagy nem itt fent. Gyere már le. Jaj, nem, várja. Ez másik. De ez nem tudom, hogy honnan került elő. Anyádnak játszod az Zeus-t. Hű! Hanyan vagytok? Ilyen egy négyzetméteren vannak 20 000-en. Na, azt mondja, bonfire. Ez kell, ez fontos. Oké, szóval. Erre mi van? Már nem emlékszem rá. Értem, hát itt van lap. És még emlékszik rám. A true blessing, that we should seek the same place and find ourselves standing here together. I've got the last of my brew. Let's have our own little toast with it. To my search, and to your duty, and to the joy that lies before us. All right then, bottoms up. Now, I'm off in search of the, once I find it, who I was, what I lived for, and what terrible grudges I don't know. I just have this feeling that, don't hold it against me. Now, once I... Jó, menj megkeresni az emlékeit. Azt tudom, hogy hol van. Úgyhogy majd ott is beszélünk vele, és kíváncsi vagyok, hogy milyen ember volt ő valójában, mert nem tudom. Jó. Na, szóval, a rohadt anyáda! Itt van egy ilyen körzös. Nem dobott semmit. Az a baj, hogy itt lesz egy-két ilyen, amelyik az ilyen átkocsor. Ja, hát persze, hogy te is fel... Kelsz. Nézd meg a zsiványt, az meg leszaladt.
meg lögdös, mint az aviba. Menj már innen. Na. Most is izgi rész lesz. Itt jön egy ilyen csávó. Eléggé kemény. Jaj, pont elfogyott a stamina. Jaj, már vágja! Titani darab, kettő darab. Na várjál, itt is van. És ez is körzös. Hát persze, hogy az. Titani darab, az nem dob semmit. Ott fenn is lóg egy. Nem tudom ledobni semmivel mi. Nem. Itt a sarokban semmi nincsen. Nem tudom, hogy ő le fog-e ugrani. Hát ha nem, akkor itt a társa. De persze, hogy leugrik. Ez megint Zeusnak képzelte magát. 34 ezer szóllal kell rohangálni. Az a baj, hogy emlékszem erre a területre, és utálni fogom. Mert ezen a területen buktam egyszer másfél millió lelket. Egy olyan 5 perc alatt. Jó, most titeket veszünk kezelésbe. Jaj, ti itt vagytok ketten. Aha, már HP-t tölt a szemét. Remélem... Az meg. Ekkora szerencsét. Jaj! Ekkora mákos tésztát, te jó ég! Ide nem akartam még leesni. Úgyhogy vissza felmegyünk. Itt van lent egy ilyen hülye lovag, ami fent is volt. Nem, ez ugye már meghalt. Ezt a csávót kéne innen megszüntetni. Őt. Így. Hát persze, töltsed az életedet nyugodtan. Nincs az a semmi baj. Így. Okay. Na, most, hogy ezek innen elfogytak, mert elfogytak, ez csillogó titanit. Jó. A csávókám az... hol van? Ott. Megvárom, még ide jön alám, és ráugrok. Az a baj, hogy ez hülye, ilyen dárdás, és azokat nem szoktam szeretni. Hát ő meg az analitit nem fogja szeretni. Gyóntatókő. Ez egyetlen egy baj van ez a területtel, hogy emlékeztek még a mocsaras részen, ahol mérgezett minden, hogy milyen ellenfelek voltak? Na most itt csak ilyenek lesznek. Jóformán. Mindegy, várunk egy picit, mert ezek el fognak helyezkedni. És hogyha elhelyezkedtek, akkor sokkal könnyebb dolgom lesz. Várunk egy picit. Egy. Jön a második is, mindjárt. Ott a második. Oké. Ez visszafordul, a másik elmegy egész fentre, és beugrik a lépcső mellé. Oké, ő megérkezett.
Nem kell a körsz, meg te is meghalhatsz. Jó. Titanit darab, nagyszerű. Meg ő is dobott kesztyűt, meg titanit darabot. Nagyon jó. Várjál, már itt van valaki. Te eddig hol voltál? Jó. Jön Mr. bátyja. Ő ahogy észrevesz minket, megpróbálom megölni. Na gyere ide, haver! Nem akarok nagyon közel menni ott a többiekhez, mert akkor elkezdenek villámot szórni, és azt meg nem akarom. Au. Hamar ugrottam. Megint? Nem, éppen hogy. Ó, a rohadt anyját. De mi a fasz? Nem... De katonával hiába vágom? Nem szédül meg? Miért nem szédül meg katonával? Hát meg kellene neki. Ó, édes faszom. Anyádat. Itt a körzös. Itt van még egy. Ez ingyen fel kell. Ezek nem tudom, hogy mennyire akarnak utánam jönni, de tehetnek egy szívességet. Itt a csávó. Megnézzük így. Jó. Anyádat. Oké. Megyek érted is, ne aggódj. Hát ez hihetetlen. Na. Es már le. Hát de mi ez? Más nem tudsz csinálni, csak életet tölteni? És igen, nem csinál más, csak összegubózik és életet tölt. Ekkora egy csaló szar. Na, most töltsi életet. Szemét. Egyetlen egy baj van, hogy ez a köcsög itt van. Baj van. Vajon sikerül most a seggezőt beadni neki? Nem. Juhú! De sikerült. És megint 10 esztusszal, csak pont úgy, mint az előbb. Gyűlölni fogom ezt a helyet, már mondtam. Thank you.
Ja, az meg leesett, de jó. Oké, ez visszaszerezze. Ó, bazd meg. Itt van egy ilyen lovagocska. Aha. Nagyon jó. Az meg a dodge-okat, hogy... Ezt kap ki, kurva. Hihetetlen. Azt se tudom már, hogy merről jöttem. Arról. Ott láttam meg, gondolom. Eljövök erre. Itt is lesz egy hármas gyűrű, meg egy fantom. Nem, erről jöttem. Akkor erre megyünk tovább. Hát ez nagyszerű, öt Estusszal. Hihetetlen. Jó kis lehetetlen küldetés lesz. Most a fantom az ott fog megbújni a sarokban. NPC egyébként, ő nem player. Anyát picsáját! Na! Farkas gyűrű 3. Meg kaptunk Estuszt is, amit már el is puszilunk. Aha. A farkas gyűrű 3, ez a lovag. A farkas gyűrű az mit tud? Megnöveli a tartást. Oké, jöhet a jó rész, amit olyan szinten fogok utálni. Mert most át kell, hogy verekedjen magam ezeken a szarokon. És ráadásul még vissza is kell mennem. Beszél. Itt olyan, mintha valaki meghalna mindig. Tehát oda föl kell mennem beszélni, ott a nénivel. Talán van időmre. Ó, hogy ne volna. Gwyn. Givn. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may convert. I am known as Shira, they who are kind please, as the fire waneth. Thou struck to speak it, isn't it? May I ask, perhaps Medea he wants to watch over, and yet before Bocs, de sietek. Elfogadjuk. Aki akar, ezt majd lelassítja. I beg of thee, before the dark. I beg of thee, before the... Jó. Hú, legalább tudtam vele beszélni. Na, dobsz valamit? Hogy ne dobni a titanit darabot? Megint egy darabot. Nagyszerű. Na most, muszáj vagyok itt lépcsőzni. Uhuhu, és már is jönnek ketten. Őket valahogy el kellene kerülni jó messziről. Sőt, az lenne a legjobb, hogyha rá tudnék ugrani valamelyiknek a fejére. Na várj, az a baj, hogyha ő megfordul, akkor visszafelé meg fog látni engem. Hogyha rá tudnék ugrani a fejére, akkor ki tudnék iktatni legalább egyet. Aha, ennyi volt. Meglátott. Anyáda! Jó, ez nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Nagyon nem úgy sikerült.
Jó, hát most sietősre vesszük a figurát. Igen, ez egy lélek. Persze léci fordulj utánam, köszi. Csak azért, mert itt van a bonfire, és nem akarnék meghalni. Illetve nem most. Ezeket majd úgyis meg fogom ölni, csak nem most. Majd visszafelé, amikor picit nyugodtabb a hangulat. Ennyi. Tudom, szégyen a futás, de a kurva anyát annak, aki kerget. Meg elmegyünk szintet lépni. Ja, az igen, csak van 100 000 lelkünk. Oké. Nya. Hol vagy? Ja, itt. Welcome home, I shall speak thine heart's desire. Very well then, Hagen. Na erre azt mondja, hogy erő. Az mondjuk nem rossz. És azt mondja, kell még 44 000 szól. Annyit össze tudok farmolni zseblelkekből. Igen. Így. Ez sem van. Na. Az erőt legalább 30-ra fel kellene vinni. A többivel elég jól állunk. A staminával is, élettel is. Oké. Na. Most fog jönni a neheze. Mert ez még nem lett volna elég nehéz. De most jön a neheze. Na szóval. Az ott nem nyílik erről az oldalról. Muszáj vagyok erre elmenni, az majd shortcut lesz. Nem ide akartam leugrani, most már mindegy. Na szóval. Oké. Ti meneküljetek csak, nincs semmi problém. Itt van egy darab. Anyád, ilyen tini ninja, hogy forog? A kurva anyádat. Na, meghalt. Jaj, ti itt vagytok még ketten. Lélek. Mit kezdjek azzal? Elkölthetem például. Na. És akkor most elvileg, hogyha jól emlékszem, oda fogunk menni, ahol a csávókám ugye lap az emlékét vissza fogja szerezni. Legalábbis, ha jól emlékszem, akkor az erre van, de itt még ezzel a léggyel tudunk beszélni. Kezdődjék a lakoma. Slew her own kid was a comfort that neither moon fear not the dark my friend and let the feet one does fear not the and let én félek a sötétségtől, jobban félek attól, hogy meghalok. Na, ott a kristály egyik. El lehet jönni erre. Itt megint sanszos, hogy meg fogunk halni. Mert itt lesz egy NPC. Viszont ha jól emlékszem, akkor itt is van egy hármas gyűrű, csak nem tudom, hogy mi az, majd itt kell leugrálni. Hogyha ide bejövünk, akkor itt lesz egy fantom. Ott. Van egy ilyen baszó kalapácsa. És hát az fáj, hogyha megütnek vele. Ő olyan. Hát ennyi. Ha sokat védekezel, így jársz. Erre kell a stamina. Au. Remélem nem most mutattam meg, hogy lehet életet tölteni. Au. Elég nagyot tudsz ütni azzal a kalapáccsal, nem gondolod? Inkább full HP, az a tuti. Jó, na nézzük, mit dobsz.
Megkaptam a kalapácsot. Nagyon jó. Megkaptam egy esztuszt. Az is jó. Itt van egy tárgy. Titani darab, kettő darab. És az igazság, hogy mondom, mi a terv. Majd lemegyünk. Ugye ott van lent a bonfire arra. Az a terv, hogy itt erre elmegyünk szépen ott végig, itt a fal mellett. Oda elmegyünk abba a sarokba, aztán ott végig a szépen végig sétálunk. Őt nem bántjuk, akármennyire is szeretnénk, pedig idézni fog íjászokat. Ott arra elmegyünk végig körbe. Ott a sziklán, ott körbe megyünk, ott lesz egy shortcut, ott lesz egy híd, meg egy ilyen barlangszerű izé, és arra fogunk elmenni. Ez a terv. Na nézzük, azt mondja, itt egy ajtó, meg még egy ajtó, várjál, ez melyik ajtó? Ja, itt jöttem, igen, ezt néztük itt. Innen jött a fantom. Itt semmi nincsen. Mi a fasz? Én legalább valami itemet raktam volna oda. Na mindegy. Itt tudunk leugrálni, ugye? Itt. És óvatosan minden egyes platformot meg kell nézni, mert nem emlékszem, melyiken van a gyűrű. De itt lesz egy plusz 3-as. Itt van. Havel gyűrűje 3-as. Hát azt ugye nem kell bemutatni, de azért bemutatom Havel gyűrűjét. A maximális terhet. Aha. A teherbírásunkat növeli. Azért az úgy nem rossz. Na, szóval ott az a rész az megvan. Most vissza kell mászni a létrán, és elmegyünk a másik irányba, és ott fogunk csinálni egy kis trükköt. Mert az igazság, hogy emlékeztek még azokra a kardos pajzsos, tűzes kardos kurvanyákra. Na most abból itt lesz kettő, egyszerre. Na most, ki lehet őket cselezni? Hogyha ide jöttök. Legalábbis remélem, hogy működik. Egy mínusz, nem hal meg, de leesik. Jó. Megmondom az őszintét, nincs kedvem harcolni velük, azért döntöttem így. Na szóval, itt lesznek ilyen körzös kurvanyák. Valahol, fogalmam sincs, hogy hol vannak. Na valószínűleg tartom, hogy már ide leugrott. Na mindegy. Egy biztos, hogy itt van. De ez nem körz. A körzös az itt van. Hajj meg! Oké. Okay. Most feltennék egy kérdést. Itt van a csávó. Ő hogy jutott el ide? Illetve elvileg itt van. Ő hogy jutott el ide? Na nézzük, hogy emlékszik-e már a múltjára. Itt van egy tárgy. Ez nem tudom, hogy mi. Mohó, arany, kígyó, gyűrű. Ő most a tárgyakat, vagy a... Igen, ő a tárgyakat növeli. A ezüst gyűrű, ami a lelket dobja. Tehát itt is volt egy plusz 3-as gyűrű. Oh, and here we are again. How goes things? I'm rather right. Körbe-körbe rohangálsz. I can't find the purging monument, and I've searched high and low. Jaj, nem találod, és nem itt van. Oh, bloody hell. What do I know? Jó, én nagyjából tudom, hogy hol van az az emlékmű. Sőt, tudom, hogy hol van az az emlékmű. Oda nem nagyon akarok, várjál csak. Azt mondja, hogyha ide leugrok, akkor ott van egy ilyen dárdás. Itt alattam van egy csomó körzös. Meg ott az oszlopoknál is van egy olyan köcsök. Arra viszont, ha elfutok, akkor jó. Megnézzük, hogy mi ez a tárgy. Lesz egy láncsa. Na, téged viszont el akartalak kerülni jó messziről. Erre más semmi nincsen. Oké, okay. Nem így akartam leesni, de így sikerült. Jó. Ők előjönnek, igen. Na most, ahhoz, hogy az emlékművet megtaláljuk, szükségünk lesz egy tiszta területre. Ezektől tiszta területre. Mert nagyon el van ám rejtve. Sőt, az is biztos, hogy... Várjál. Az sem biztos, hogy ezt most lehet megcsinálni.
Anyád, mennyi élete van ennek a szarnak? Ez egy utazó lelke. Jó. Ja, ezt meg nem vettem fel korábban. Prizmakő. Nagyon jó. Igen, még nem lehet megcsinálni, tehát akkor körbe kell mennünk. Aj, de jó. Akkor kell az a shortcut. Jó, az megoldható végül is. Jó, a meghalt. Az azt szaladgálját csak. Ezek itt elő fognak így bújni. Én elcsalnám őket, hogy az íjászokat ne hívja elő az a fos. Le akartál fingani, te hülye? Ezt higgyed magad. Jó. Akkor. Ezt adunk körbe. Az a tárgya egyelőre nem foglalkozunk. Őt viszont meg kellene ölni, mert ez viszont érdekel. Csillogó titani. Nagyon jó. Oké. Most erre eljövünk, és erre jövünk, akkor itt nem fogja idézni nekünk azokat a szarokat. Itt fent van egy ilyen muksó, akit gyűlölünk. Jó. Csillogó titanit ott dobott, nagyszerű. Juhu! Jó, meghalt. Azt mondja, hogy egyébként amit most akarok csinálni, azt még soha nem csináltam, meg csak szólok. Persze töltsd a HP-dat, azt úgy kell. Ez egy így. Ez egy titanit darab. Pont mondani akartam, mi lenne, hogy feltöltenéd az életedet. Jó. Áldott drága kő, hurrá, nem akarok le... csúszni. Jó, megvan. Ja, az már meghalt, már rá akartam menni a hullájára. Oké, na szóval. Igen, igen, tudom. Ó, értem. Tehát lehet ilyet csinálni. Ezt jó tudni. Már a nem tudom, hanyadik után. És ez fog kelleni majd nekünk egy picit később. Ez fontos. Tehát amikor összegubózik, azért egy pár ütéstől hátára fekszik. Aha, jó. Ez így jó. Téged is. Jó, ide benézzünk, hogy itt mi van. Itt van egy tárgy. Ez egy kés. És hogyha ide előbb jöttök be, mint hogy ezt a négyet itt megölítek, akkor úgy emlékszem, hogy ezek rátok fognak jönni. Na most, oda még egyelőre nem mennék el, nem tudom, hogy mennyire látszik a videón, de ott szikrázik valami az elektromosságtól. De ugye emlékeztek az alapjátékban, ugye a könyvtár előtt a Dragon Slayer armorra. Itt bedobta NPC ellenfélként, nem bossként. De itt le kell győzni még egyszer. Őt majd egy picit később, de meg fogjuk ölni, mert kidobja az armorját. Most viszont, ahogy mondtam, itt végigmegyünk erre, megnyitjuk a shortcutot, és megcsináljuk lapnak a questlányját, mert szerintem, amit most akarok, az az. Na most. Oda le még nem megyünk, hanem eljövünk itt erre. Itt végigfutunk a tetőn.
Igen, a tetőn. Így, itt van egy tárgy, ezt azért felveszem. Itt leesünk. Közben Midir megmutatta magát. Tehát ő lesz Midir. Oké. A shortcut az viszont erre van. Ez fontos. Jól van, Midir, ne aggódj, nem sokára megyek érted. Oké. Ezt itt kinyitjuk, és ide kell majd jönni. Itt van is egy ilyen írás. Mutasd meg az emberségedet. Na figyeljetek, ezt itt kinyitjuk. És direkt nem ülök le a bonfire-höz, mert azért itt ezt a területet már kitisztítottam. És hogyha eléggé messzire eljöttök... Hol van ez a hülye faág? Itt van belőle 9 darab. Tehát hogyha elég messzire eljöttök, történik egy ilyen. Ez fontos, hogy ne itt a közelében csináljátok, mert hogyha valahol itt erre csináljátok, akkor ilyen kristálytömbé változtok át, ami úgy néz ki, mint egy fasz. De az a lényeg, hogy egy picit bejjebb mentek, akkor megkapjátok ezt az emberséges, ezt az embert, vagy én nem tudom, hogy mi ez. Tulajdonképpen ez az emberi alak, ez ilyen kis Kasper, szellem. És ha ezzel eljöttök ide, szépen lassan, tudom, időigényes. Mert az a helyzet, hogyha most elkezdenék dodzsolni vagy futni, akkor visszakapnám az eredeti alakomat, és az meg nem jó. Nekünk ez a alak kell ahhoz, hogy kinyissunk egy rejtett ajtót. Erre egyébként nem tudom, hogy az emberek hogy jönnek rá maguktól, hogy esetleg a From Software ad végigjátszást, hogy leírja, hogy mit, hogy kell csinálni, de ez a létre ez csak ekkor jön le. Ennyi a történet. És akkor itt lesz egy emlékmű elvileg. Amit ugye lap keres. Elvileg. Én nem tudhassam biztosra. Jó, sokat kell mászni, úgy látom. Én rövidebb létrára emlékeztem. Itt a tető. Jó. A területnek az elejére fogunk visszajönni, csak picit máshol. Azt mondja, hogyha ide leesek, igen, nem, lehet, hogy mi. Hogyha ide leesek, akkor el tudok jönni erre. Aha, és van itt egy ilyen szarjankó. Persze, idézzél magad mellé ilyen szarkupacot. Ne! Ilyen szakadt, ne! Nem, nem. Ne! 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 Már meghalt! De legalább a létre már le van engedve. Remélem. Igen, jó. Hogy lehetek ekkora szerencsétlen? Lehet, hogy izével kéne menni a Twinblade-del. Ő egy picit lehet, hogy jobban fogja sebezni, meg ő egy picit gyorsabb is, mint a katana. Úgyhogy lehet, hogy őt ezzel fogom megölni. Az volt a baj, hogy azért kaptam az íjászokat, mert egy picit távolabb merészkedtem tőle. Megnézzük Twinblade-del. Hogyha közel vagy hozzá, akkor... akkor azt a hülye kalapásost idézi le. Ennyi. Tehát nem is értem, hogy miért nem a Twinblade-del játszom. Hoppá, a kalapácsos előkerült ismételten. Titanit darabot kaptunk. Elő a katonát. Itt sétálgat a csávok körbe és körbe, viszont nekem ez kell itt. Oda kéne leugrani. Sőt, itt van is létre. Az még jobb. Akkor vissza tudunk majd mászni. Erre nem tudom, hogy ott van egy item, azt felvesszük. Hú, a kurva életbe. Rád viszont nem emlékeztem. Megvan a pajzs, hurrá.
Ez azt hiszem olyan pajzs, hogy tüzet tudok árni. Na mindegy, aki esetleg nem tudna, hogy hol vagyunk, itt. Tehát erről jöttünk, és mentünk arra le. Ez a területnek az eleje. Igen. Na nézzük. Itt van az emlékmű, szerintem lap ezt keresi. Tisztító emlékműhöz. Bűnbocsánat kérése. Nem vétkeztem, jó. Kérj feloldozást. Igen, visszafordítjuk a lelketlenségünket. Nagyon jó. Elűzték az átkaidat. Jó. Nem vagy megátkozva, elhagyjuk. Szerintem ez keresi lap. Legalábbis én erre tudok gondolni. Na most a kérdésem az, hogy ugye megcsináltuk ugye a questline-t, hogy megkapjunk egy bad endinget. Ugye amikor Anor Londo előtt ugye Anrinak az arcába szúrtuk a tört, mert ugye meghalt. Az ugye megnyit nekünk egy bad endinget. Na most, hogy megszüntettem az átkot, ezzel ugye nem basztam el. Ó, szia! Veled nem akarok harcolni, jó? Ez hová visz minket? Mert itt valahova le lehetett esni... Nem. Szétnézünk. Meg megkeressük a helyes irányt. Ő ott van nekem háttal. Ezért szeretem a TPS kamerát. Ő pont erre jön. Na, akkor kerülünk egy... Bazd meg. De jó, hogy két tűz közé kerültem. Ez itten semmi. Nem. Oké. Jó. Ide szépen lepottyanunk. Ugye? Éppenséggel le is pottyanhatunk. És itt esett le a muksu, ahol a pajzsot felvettük. Ő hova esett le? De megijedtem, hogy van valami a hátam mögött. Bazd meg. Jaj, tudom, hogy hol vagyok. Óvatosan, essé már le. Ugye nem jön utánam egyik se. Nem a fasz, nem. Jó. Hát, oké. Mondjuk ezt elbasztam. Mert most meg beszélni akartam volna ezével, lappal. Ő meg ugye erre van. A kurva életbe. És az a baj, hogy közben meg is haltam. Mi a fasz? Már rég fenn vagyok a létrán. Anyádat, hogy ez ide fentre is tud küldeni ilyen szart. Ez de szemét. Erről nem volt szó, hello. Na. Ott a kristály egyik. Jaj, várjál, mert hát innen ugrottam le, nem? Megint a trükköt használjuk. Gyere, essél már le. Hello. Jaj, ne! Ne én! Ne én! Ne! Ne! A kurva életbe! Ezt nem így akartam! Ezt nagyon nem így akartam! Azt a rohadt! Hehehe! Jaj, ezt nem így akartam! Ó! Oh. Akkor őt megvárjuk, míg elmegy vissza.
hülye fogyatékos. Hogy leesett a nyomorút? Ja, az előbb én is leestem. Igaz, hogy csak kettőt nyomtam, és hármat vágott. De ne is foglalkozzon vele senki. Na szóval, erre kíváncsi leszek. Oh, how goes things? I can't find the purging monument. What if it was never here in the bloody hell? Beszélünk neki, hogy hol van. Igen. Hát nem, nem hazudnék neked. Thank you kindly. It won't be long now before I know everything. Who I was, what I lived for, and what my... And I'll have you to thank for it all. I swear upon my birth that I am your friend. No matter what might come out, if you would do me the honor, allow me to be... Megengedem, hogy a barátom legyen. It won't be long now before I know who I was, and I'll have you to... It won't be long now. Jó, most már csak ugyanazt mondja. Nya! Amondó vagyok. A legutóbbi bonfire-hez lehuppanunk, és megcsináljuk azt, hogy visszamegyünk a szentélyhez. És megnézzük, hogy ott lesz-e. És akkor szerintem ott fog kiderülni, hogy ő ki is valójában. Ugye most elmondtuk neki, hogy hol van a szentély. Sőt, ugye én is ugye megtisztítottam magam az átoktól, tehát soha nem vagyunk átkozottak. Amit ugye egyébként a Joel questline-nak lehet köszönni, úgyhogy ezért nem tudom, hogy mi lesz így az endinggel. Annak ellenére, hogy nem a bad endinget akarom választani, hanem a másikat. Na mindegy, majd meglátjuk. Közben a jó hallom Midira azért tevékenykedik elég szépen. Nya. Szóval, kíváncsi lennék egyébként, hogy ő ezeket, úgy ezt az utat ő hogy teszi meg. Ja, igen. Persze. Hát ő itt van. Uhú! Szép álmokat. Na, hol van az a szar? Na, merre van? Jó, ott mászkál. Ő meg arra jön. Valahol le kellett esni. Csak már nem emlékszem pontosan, hogy hol. Oké. Okay. Puhos barátunk most esett le a végleges helyére. Ja, erre kell jönni, hát itt a lépcső. Na, nézzük. Kíváncsi vagyok, hogy itt van-e. Vagy ha nem itt van, akkor hol fogok vele találkozni? Mert hogyha tippelnem kéne, akkor itt van. Valahol. Nem, nincs itt. Miért? Miért nem vagy itt? Én akarom, hogy itt legyél. Ha oda átugrok. Akkor ott lyukadok ki, igen. Jó. Átugrunk. Wihi! Jó. Ne essél egy ikocska! Ez baj! Nagyon nagy baj! A kurva életben. Vajon inkább megkapom a cuccost? Azért az 58 ezer léleki az ide visszajövünk. Jó. Az Örvösváros. Nagyszerű. Mondtam én, hogy nem fog beleférni egy videóba ez a rész. Konkrétan még nem haladtam semmit, csak erre rohangáltam és próbálom a questline-t megcsinálni. Na most, akkor a lelkeim azok nem itt lesznek lent, hanem az utolsó fix helyen, ahol ugye meghaltunk. Az meg itt van fent. Igen. Jó. Nem. Gyere, akarok tovább menni.
Gyere már! Nem érek rá egész nap. Miért kellett nekem is leesni már megint? Miért? Ó, a rohadt mocskos kurva édes anyját, az bazd meg, hogy ott miért nincsen korlát? Oda miért nem tudtak rakni egy szájba baszott korlátot? Most úgy komolyan, őszintén, mondjátok már el. Pont ezért, hogy a fogyatékos tudja, hogy le fog esni. Le! És egyébként ennyit ért. Tehát... Ó, jó, a kérdésemre egyébként megkaptam a választ. A Joel questline nem nullázódott le ezzel, mert most egyszer meghaltam, vagy kétszer. Kétszer. És újra átkozott vagyok. Úgyhogy ez a 11 000 szól, amit elköltöttem arra, hogy az átkot megszüntessem, az ennyi volt. Viszont szerencsére a lelkeim itt vannak. Na gyere te, búzi! Gyere már! Hát nem érek rá egész nap. Ide miért nem tudtak korlátot rakni, hogy ne essen le a nyomorút? Meddig mehetek? Eddig. Ez rájött a trükkre! Ez rájött a trükkre! Ez rájött a trükkre! Ez rájött a trükkre! A kurva életbe, várja, mindjárt megpróbáljuk kicselezni, hát ha. Te eddig hol voltál? Lenes. Jó. Eltűnt innen egyébként. Kérdés, hogy hova? Tényleg, hova eltűnt el? Most már érdekel. Hogy hol van? Most már, hogy meghaltam, ott lenne a szentélynél. Hát csak ott kéne, hogy legyen. Hát hol máshol? De ezt a szentélyt kereste, oda akart menni. Hát akkor gondolom, hogy megvárott, vagy én nem tudom. Mondom, ezt a questline-t még soha nem csináltam meg. Mert nem tudtam, hogy ez a szentély mi, ez most, hogy magyar. Viszont ha... Jaj, megint át kell váltani erre. Jaj, ez itt van már mögöttem. És azért párszor meghaltam, itt vagy? Ha most sem lesz itt, akkor őt valahol máshol fogjuk megtalálni. És az baj. Akkor viszont nem tudom, hogy hol van. Mert ő nincs itt. Nem, nem. Akkor hol lehet? Megmondom én, hogy hol van. Kurva életben ott. Jó van, ha mennyi volt? 70, valamennyi egy szint, ugye? 70, valahány ezer. Az a baj, hogy... Jó. Ezt a másikkal is lehetett volna, most már mindegy. Lépjünk egy szintet, és elmegyünk megölni a Dragon Slayer armort, aztán elmegyünk sehová.
a Dragon Slayer almot még megöljük újra. Jó, ennyi lélek, biztos, hogy elég lesz egy szintet lépni. Na nézzük. Azt mondja, vitalitás. Az teherbírás, meg fizikai védelem egy picit jobb lesz. Jó. Hát nem sokkal, de egy picivel, egy hangyafasztival jobb lesz a fizikai védelmünk. És akkor most fogjuk azt csinálni, hogy elmegyünk a Dragon Slayer Armorhoz. Vagy nem tudom. Na, muszáj lesz. Pedig megvan a shortcut, már erre nem kéne eljönnöm. Jó. De meg akarom ölni, az a baj. És szerintem ez a legjobb út hozzá. Milyen lesz majd a stamina, hogyha a hármas ring lesz rajtunk? Anyád. A élet az kell. Megöljük ezeket a búzákat. Hú, bazzeg. Ez majdnem engem ölt meg. Na már! Jaj, te is itt vagy még, aha. Oké. Jöhet a következő. Kell, mert a kart fog megölni, baszki. Veletek most nem foglalkozom, mert így alapjáraton úgy emlékszem, hogy nem bántatok engem. Aki viszont bántani fog, ő ott szemben. Muszáj, de nem bírom ki, viszket a tenyerem. Meg akarom ölni, az a baj. Egy a baj, hogy nem emlékszem a movesetre. Hallod? Ugyanazt a támadást szopom be egymás után kétszer. Au. Au. No ne! Mi volt ez a... Két ütés? Most komolyan? Ez mi volt? Meg most jut eszembe, hogy amúgy se tudnám megközelíteni a másik oldalra. Ott van egy rész, ahol nem tudok felmászni. Csá. Csá. Ha, édes Istenem, gyere! Anyádat. Ez van akkor, hogy az ember nem emlékszik egy olyan movesetre, amit már ugye kitapasztalt. Ma ugye ezt a ellenfelet már egyszer megöltük az alapjátékban. Csak olyan régen, hogy egyszerűen elfelejtettem a mozgását. Hát ez van, most újra meg kell tanulni. És hol van? Úristen, olyan közel raktad a lelkeimet hozzá? Mondjuk én dodzsoltam ám. Anyádat!
Mi volt az a damage? Ja, ez a van hites! Megkapom az armorját, meg egy valak lelket. Oké, hurrá! Meg még az én lelkeim, meg még ez a pikkely. Aj, de nagy szükségem volt erre. Na, jó. Oké, tehát tulajdonképpen akkor ez a terület itt ennyi. Tudom, ott még ott a mutatom hol. Tehát... ott, arra, ott, annál a kápolnánál azért még van egy rész. De én oda nem akarok leugrani. Elmegyünk a shrine-ba, és szintet lépünk megint. Azt a kurva életbe. Szintlépés, igen. Hogyha erre rámegyek, akkor erősödünk egy picikét. Ég ágyom. Oké. Utazás, és ide visszajövünk. Na! Jó van, srácok! Sokat nem haladtunk előre, boss sem volt ebben a részben, viszont elkezdtük egy questline-t, aminek viszont utána fogok járni, hogy merre van a következő pontja, egy állomása, ahova mennünk kell, mert fogalmam sincsen, mert ezt még soha nem csináltam, viszont rohadtul érdekel, hogy mi lesz lappal, mert ugye azt mondta, hogy hívjuk lapnak. Vagy ő a másik? Nem, ő lap. Hogyha nem lap, akkor is lapnak fogom hívni, teljesen mindegy. Ennek utána járok. Megöltük a Dragon Slayer armort újra. Kitisztítottuk a területet, felvettünk egy-két hármas gyűrűt. És a következő részben viszont elkerülhetetlen, hogy Midirrel összetalálkozzunk. Muszáj lesz. Sőt, valószínűleg, hogy a következő részben benne lesz mind a három boss. Attól függ, hogy fogok haladni. Viszont srácok, én elköszönök tőletek, ennyi lett volna ez a rész, remélem, hogy tetszett nektek, ha így volt, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, nem tettétek volna meg, nyomjatok rá kis csengőre, és akkor nem maradtok le az új feltöltésekről, és a következő részben találkozunk, vagy a következő videóban, addig is sziasztok!